Nem sikerült a bajnoki kezdés a csíkszeredai Imperial Vet teremlabdarúgó csapatának. A csapat a bajnoki cím megszerzésének célkitűzésével vágott neki az idénynek, azonban mindjárt az első fordulóban 2-4-es vereséget szenvedett az egyik rivális Galac otthonában. A galaciak a jó kezdésnek köszönhették gyakorlatilag a sikert, hiszen már a 8. percben 2-0-ás vezetéshez jutottak. Az Imperial Vet Florin Matei révén szépített, majd ugyanő kihagyott egy kis büntetőt is. Szünet előtt egyenlíteni is tudott a csíkszeredai csapat Álvaro révén, de a második játék részben csak a házigazdák találtak be kétszer is. Másodjára az üresen hagyott kapuba, amikor az Imperial Vet a kapusát lehozva kockáztatott az egyenlítés érdekében. A marosvásárhelyi Szőcs Bernadett arcképével hirdeti a jövő héten a spanyolországi Alicante-ban kezdődő Asztali Tenisz Európa bajnokságot a Sportági Világszövetség honlapja. Szőcs Bernadett jelenleg a 26. helyen áll a világranglistán, amely eddigi pályafutása legjobb helyezése és formája alapján az EB egyik nagy esélyesének számít. A Gyergyószentmiklósi Hoki Klub győzelmével végződött az első igazi tét meccs a romániai jégkorongbajnokságban, hisz a korábbi találkozók eredménye borítékolható volt. Az Erste Ligában is szereplő két csapat, a Hoki Klub és a Brassói Korona összecsapása a házigazdák 3-2-es sikerével zárult. A 2018-19-es korongbajnokság első olyan mérkőzését rendezték Gyergyószentmiklóson, amelyben két Erste Liga résztvevő találkozott. Igaz, ennek a meccsnek az eredménye nem számított bele a nemzetközi liga eredményeibe is, csak a belföldi pontvadászatban számított. Ez volt ugyanakkor a frissen alakult gyergyói hokiklub történetének első hivatalos találkozója. A meccsen Jelagin szerezte az első gólt a gyergyóiaknak a 4. percben, a Korona a 2. harmadban egyenlített Tendler révén. A leggólgazdagabb a 3. harmad volt. Jelagin és Benedek voltak eredménye Brassó kettős ember előnyből szépített Lindhammer góljával, egyenlíteni azonban már nem tudott. A Hoki Klub utolsó góljának szerzője a csapatban uralkodó hangulatot tolmácsolta. Nagyon boldog vagyok, hogy az első meccsen nyerni tudtunk, főleg egy Brassó ellen, sokat számít. Jól indul a szezon, úgy érzem, hogy mindenki nagyon boldog most. Remélem, hogy így folytatjuk ezen túl is. A brassói öltözőben természetesen ellentétes hangulat uralkodott. A vendégek arra panaszkodtak, hogy túl sokszor kerültek emberhátrányos helyzetbe, a jégkorongban ennek pedig sokszor döntő jelentősége van. Ez volt az első komolyabb mérkőzésünk a szezonban, az első. Így nekünk nem volt annyira szerencsés ez a mérkőzés, de a Gyergyó sikerült kihasználni a helyzeteit. Nekünk túl sok volt a kiállításunk, ugye ez megbosszulta magát. A gyergyói hokiklub vasárnap mutatkozik be az Erste Ligában hazai pályán a Ferencváros ellen, míg a Korona pénteken egy bécsi kiszállással kezdi a szereplését a sorozatban.